Szép jó napot kívánok mindenkinek! A mai adásban, a mai tesztben párosan szép az élet, ez lesz a jelszavunk, ugyanis a Huawei csúcskészülék családjából érkezett két páciens, hogy jobban megnézzük közelebbről őket. Az egyik a csúcsmodell, a Huawei P8, míg a másik az ő kistestvére, a P8 Lite névre hallgató androidos okos telefon, természetesen mind a kettő androidot futtat, hiszen, mint említettem, testvérek. Kezdjük a nagy testvérrel, mégiscsak ő az érdekes. A Huawei P8 történetéről annyit, hogy pár évvel ezelőtt mutatta be a Huawei a P1-et, amivel megpróbálta bebizonyítani, és nyugodtan mondhatjuk, hogy sikerült is neki, hogy bizony-bizony tud minőségi felső kategóriás telefont csinálni. Akkoriban ez volt a világ legvékonyabb telefonja, egy nagyon szépen összerakott, ugyan műanyag burkolatú, de szuper vékony, jó hardware-rel, jó képernyővel, jó funkciókkal felszerelt telefon volt a P1, azóta is a P-széria gyakorlatilag a csúcsmodelleket jelöli a Huawei-nél, majd egyszer csak érkezett a P6, egy teljesen fémházas, exkluzív, szintén szuper vékony, még a P1-nél is feljebb pozícionált készülék. Aztán itt történt egy kis vérfrissítés a P7-tel, nem mondanánk, hogy ott radikális dolgok történtek, és most itt a P8, ahol ugyan drámai és nagyon komoly dolgok nem történtek, de mindenképpen komoly előrelépés a P6-hoz és a P7-hez képest. Egyrészt változott egy kicsit a design, most már teljesen unibody fémházat kapott, tehát a készülék minőségével egy pici gondunk sem lehet, elől Gorilla Glass védi az 5,2 szolos Full HD kijelzőt, körbe fém, hátul fémlap, némi pici fehér betétekkel, legalábbis ami nálunk van, a P8-at titánium szürke, misztikus pezsgő, karbonfekete és presztízs arany színekben lehet kapni. Mindent megtartott az előttől, amit csak lehetett, finomodtak egy kicsit a vonalak, rendeződtek a gombok, a jack csatlakozók, az USB port, úgyhogy nézzük is gyorsan körbe. Jobb oldalon találjuk a legfontosabb dolgokat, bekapcsoló gomb, illetve képernyőzár gomb egyben, hang vezérlő gombok és két kis fiókot, amit ha kitolunk, akkor vagy két SIM-kártyát tudunk beletenni, hiszen a P8 létezik egy, illetve két SIM-kártyás verzióban is, vagy pedig egy SIM-kártyát és egy microSD-t, ilyenkor 128 GB-nyi tárhelyet kapunk az alap 16 mellé, de csak egy SIM-kártyát tudunk használni, felül egy jack csatlakozó, alul pedig egy hangszóró rács, pontosabban dupla hangszóró rács és egy microUSB ajzatot találunk, hátul a fémburkolat fölött csücsül a 13 megapixeles kamera egy dupla LED villanóval, és elől pedig az 5,2 szolos Full HD kijelző Neo IPS panellel, gyönyörű kijelzővel, Huawei logó és mindenféle gombok nélkül, felül egy értesítési LED-et kapunk, egy 8 megapixeles kamerát, mindenféle szépészeti funkcióval, amit a Huawei már az előző modellekben is bemutatott, és egy hangszóró rácsot, ennyi külsőleg a Huawei P8. Bent annál érdekesebb a dolog, egy 64 bites High Silicon chipset dolgozik, ami a Huawei sajátja, mind a két készülékre igaz ez, ami most ebben a videóban szerepel, hogy saját Huawei chip dolgozik a belsejében. Ez ugye azért előnyös, mert gyakorlatilag a chiptől egészen a végső szoftverig minden egy kézben marad, és sokkal könnyebben optimalizálják, és még talán egy kicsit költség, vagy hatékonyabb is a dolog. Ez a chipset 8 magos, és a 8 mag úgy épül fel, hogy 4 mag 2 GHz-en ketyeg, míg a másik 4 másfél GHz-en. Ehhez egy nem túl up-to-date, de rossznak semmiképpen sem mondható Mali GPU, vagyis grafikus chip csatlakozik. 3 GB RAM-ot kapunk, ugye van 16 és 64 GB háttértárral a Huawei P8, természetesen Wi-Fi, GPS, Bluetooth, minden, amit el tudunk képzelni, DNA, NFC, minden vezeték nélküli földi jóval felszerelték a készüléket, az FM rádió sem maradt ki. Térjünk egy picit ki a kamerára, mert azért ez érdekes. 13 megapixel, és a nagy durranás az az optikai kép stabilizátor, mind a mellett, hogy maga a lencsetag, illetve maga a szenzor is egy kifejezetten jó minőségű 13 megapixeles szenzor, de az optikai kép stabilizátorral és ezzel a kamera csomaggal a Huawei egy kifejezetten magas minőségű és az átlag feletti képminőséget produkáló kamerás telefon tett le az asztalra, úgyhogy ha valakinek ez fontos és szempont, akkor mindenképpen fogja kezébe akár egy MediaMarkt boltban a készüléket és lőjön bele pár fotót, meg lesz róla győződve, hogy akár alacsony fényviszonyok között, akár szikrázó napsütésben, vagy ugye a bolton belül neonfényben remek képeket készít a Huawei P8.
Ez egy nagyon-nagyon komoly előrelépés, már a P6 kamerája sem volt rossz, ezt tapasztalatból mondom, de messze-messze köröket ver rá a P8-nak a 13 megapixeles kamerája, Full HD videókat is tudunk fölvenni természetesen, 30 képkocka per másodperccel. A képminőség bizonyítása kedvéért mindkét készüléknél ahhoz a cselhez folyamodtunk, hogy a P8 Lite-ról készült fotókat a P8-al, míg a P8-ról készült fotókat a P8 Lite-tal készítettük, így a videóban látható állóképek a két készülék fotós képességeit bizonyítja. Ez tehát nagyjából hardverileg a dolog, nagyon kellemes a készülék. Nem döccen, nem röccen, mint említettem, ugye a GPU az, ami talán nem a legfrissebb és legújabb és a csúcskategóriás konkurensekhez képest talán egy picit régebbi modell, éppen ezért, hogyha nagyon-nagyon komoly, nagyon 3D grafikai igényes, nagyon erős játékot futtatunk, akkor azért néha-néha megdöccen a szoftver, de semmilyen más esetben nem fogunk találkozni a P8 esetében akadással. Ez köszönhető annak is, hogy a Huawei legújabb MUI 3.1-es immár nagyon letisztult és nagyon kicsiszolódott felületét kapjuk meg mind a P8-al és mind a P8 Lite-tal, de azért ettől függetlenül egy nagyon kellemes és tényleg minőségérzet és összeszerelési minőség szempontjából abszolút kifogástalan készülékről van szó. Úgyhogy térjünk is rá a különbségekre a P8 Lite-hoz képest, és akkor a végén fog kiderülni, hogy ezért bizony mennyit kell legombolnunk, hogyha a boltból el szeretnénk hozni a készüléket. P8 Lite egy picivel kisebb, idézőjelbe téve csak 5 colos kijelzőnk van, nem Full HD, csak 720p-s, megint idézőjelbe tettem. Egy nagyon-nagyon kellemes IPS panel, kifejezetten jó képminőséggel mind a két készülékre élmény ránézni kijelző szempontjából. Fizikailag is kisebb, 10 g-mal könnyebb is, a műanyag burkolatnak köszönhetően a nagy testvérhez képest, 130 g körül van. Amúgy minden szempontból egymás mellé rakva ikertestvéreknek néznénk őket, ugyanott vannak a gombok, ugyanott van a két SIM-kártya foglalat per ugye microSD kártya foglalat, amit a P8-nál már említettem, jack csatlakozó, microUSB hangszóró rácsozat, minden szempontból, mondom, egymás mellé téve a laikus nem mondaná meg csak ránézésre, hogy melyik a csúcsmodell és melyik a kisebb. Belül egy 8 magos 1,2 GHz-en pörgő, szintén high silicon chip van, és sajnos még a P8-nál is egy kicsivel gyengébb GPU-val, úgyhogy itt a nagyon komoly 3D játékok azért már produkálnak némi akadást, viszont a mindennapi életben a nagyon jól optimalizált MUI 3.1, illetve a Lollipop gyönyörűen szalad a Lite-on is. Ugyanúgy tudjuk 128 GB-tal bővíteni microSD kártyával a második SIM kártya kárára a Lite-ot is. Ugyanúgy 13 megapixeles kamerát kapunk hátul, viszont elől csak 5 megapixeles a kamera szemben a P8 8 megapixelesével. A szépítő funkciók és az egyéb kamerás beállítások szinte megegyeznek a P8 Lite és a P8 között. Egyetlen egy különbség van, erre mindjárt visszatérek, ez a fényfestő mód a P8-ban. Ugyanúgy tudunk Full HD videót fölvenni, és kifejezetten jó képeket készít a P8 Lite is. Természetesen van különbség, de ebben az árszegmensben, ahol a P8 Lite dolgozik, egy nagyon-nagyon jó kamerás telefonnak számít ez a kellemes, könnyű és szintén remek összeszerelési minőséget tanúsító készülék. Visszatérve egy kicsit akkor a kamerára, a fényfestő mód gyakorlatilag arról szól, hogy hosszú záridővel, ahogy az autók elhaladnak, szép fénycsíkot húznak a lámpáikkal, remek szórakozás, ez igazából egy jó játékszer, természetesen nem feltétlenül baj, hogy ez a P8-ba bekerült. Visszatérve mind a két készülékre jellemző, mert hogy az aksira akartam kitérni, de mind a két készülékre jellemző, hogy komolyabb nyúzás és használat mellett valószínűleg késő este már föl kell dugnunk töltőre, de mind a két telefonban megvan ez a szuper takarékos Huawei mód, amivel azért 2-3 napot is kibír, igaz ilyenkor buta telefonná válik, tehát SMS telefon, és ennyit tud nagyjából akkor a két készülék, cserébe hosszú akkuüzemidőt kapunk. Látszik, hogy gondolkodott a Huawei, látszik, hogy csúcskategóriát akar csinálni, ahol meg is akarta mutatni, hogy prémium anyagokból, prémium hardware-rel tud készüléket csinálni, a GPU-ra egy kicsit jobban rágyúrhattak volna, ez a P8, és ott a P8 Lite, ami szintén a királyi család tagja, ugye a P jelzés miatt, viszont fele annyiba kerül, mint a P8. Igazából nagyon a helyén van mind a kettő. A P8 150 ezer forinttól indul 16 GB-os verzióban, ott azért vannak versenytársak Samsung, LG, Sony vonalon mindenképpen, de nem tartozik az irreálisan túlárazott csúcsmodellek közé, úgyhogy szerintem egészen jól lőtte be a Huawei az árát, viszont a P8 Lite a maga 75 ezer forint körüli árával, tehát a felével, mint a nagytesó,
kifejezetten egy nagyon-nagyon erős mezőnynek egy nagyon-nagyon erős szereplője, ugyanis nagyon jó kamerával, nagyon jó hardverrel, a hardcore játékosok számára talán kicsit kedvezőtlenebb GPU-val, de ezen felül egy igazán jól összeszerelt, nagyon jó minőségű telefon, a P8 Lite, aminek az árazása viszont szerintem kifejezetten jól sikerült. Ez volt tehát a Huawei P8 és P8 Lite bemutató itt a MediaMarkt magazinban. Mindenkinek minden jót, a viszontlátásra!